Sziasztok, nagy sok jó szeretettel köszöntök mindenkit a Magyar Kések YouTube csatornáján. A felvezetőben is láthatátok, felzárkózunk az élvonalhoz, mert ám mi szemmel tartjuk a hazai és nemzetközi nívós buskap csatornákat, és azt vettük észre, hogy manapság onnantól lesz majd autentikus és nagyon trendi egy ilyen erdei videó, ha az elején van egy ilyen erdőbe caplatos, bóklászós montázs, mert ettől sokkal hitelesebbnek fog tűnni. Ezt csipozzátok, hát megadtuk nektek. Természetesen némileg gonoszkodtunk, meg kifiguráztuk, de remélem nincs harag, ezt az icert nem hagyhattam ki, srácok. Stay Wild Bushcraft, Schnitzer Bushcraft, innen is pacsi nektek. Na de hogy komolyabbra vegyük ezt az egész dolgot. Ez a mostani videó, noha az oldalamon látjátok Hostein György szörnyetegét, nem erről fog szólni. Javában zajlik ennek a késnek a tesztelése. Ez a videó után is átcsíp a szúnyog, megcsípta a picsámat, halál komolyan, így, ezt a nadrágot is, hát igen. Szóval, ez a videó is készül lassan, meg sok másik, de erről majd bővebben lesz szó. Ez most egy ilyen összefoglaló vlog lesz, a nyárról, illetve pontosabban a tűzzel-vassal után történt eseményekről, egészen a lurdi házas rendezvény beszámolójáig. Aztán pedig, aki még ezután is velünk marad, természetesen kap ízelőtöt arról, hogy mi fog történni a jövőben. Hát akkor, srácok, csapjunk bele! Az első ilyen dolog, amiről szeretnének beszámolni, egy ilyen képes beszámoló keretein belül, ez a, azt hiszem, hogy 33. volt, vagy 35. 33. szerintem 33. de majd ide innyi pontosan kiírom. Mesterségek ünnepe a Budai Várban, ez augusztus 20-án történt meg, és augusztus 20-ai előtti pár napban indult el, és én nagyon szeretem ezt a rendezvényt. Hihetetlen jó. Olyan élményekkel leszek gazdagabb, amikor kint vagyok, amiket máshol egyszerűen nem kapok meg. Szögezzük le, ez az ország legnívósabb és legnagyobb kézműves rendezvénye. Sikerült egy fotóleig összeállítanom Révész Árpádot, Ifja Boznász Lászlót és Kocsis Ferencet, és ezek a fotók, ezek tényleg sokat érnek, jelentenek számomra, remélem nektek is. Mint láthatátok, tényleg fantasztikus hangulat van. Nagyon sokan szoktak sípolni a Facebook szájton is, meg máshol is, hogy elég pofátlan dolog és elég nevetséges, hogy 2500 forint a belépő, rablás, meg egyéb hasonló. Srácok, ez egy ilyen rendezvény, ezért fizetni kell. Én azt mondom, néha erre is ki lehet tenni. Akinek ugye ez nem fér bele, vagy nem szereti, annak nem kell oda mennie. Nekem igen, én az utóbbi 8 évben mindig kilátogatok, és eztán is meg fogom tenni, mert egy hihetetlen jó program. Enni nem szabad. Ez tény és való, mert amikor megláttam, hogy előttem a büfében egy 4 tagú család 4 tányér kajáért 24 000 zlotyit lepezett, hát akkor gyerekek, én bekekszeltem a gatyámban, mondtam, hogy ilyen nincs, akkor majd lemegyek Pestre, azt teszek ott egy jót. De ettől függetlenül maga a rendezvény, Isten meg a király volt. A másik számomra hogy fontos esemény az volt, hogy ugyanúgy augusztusban az NN Kneiss, Nagy Istvánék, ugye, megnyitották a második szaküzletüket, rendes szaküzletüket, méghozzá Budán, a főutcában, a 37/B szám alatt, ez a Batthyány tértől kb. Egy olyan 50 méterre van gyalog, és ez egy nagyon fontos pont volt egyébként.
ez egy rettenetes fontos pont volt szerintem a magyar késés társadalomban, mert ugye ez az NNKS és a Kések Ollók közös szaküzletéről beszélgetünk, ahol nem csak NNKS termékek vannak bent, hanem rengeteg más világmárka is, és egy üzlet, ahol meg tudod fogni a termékeket, ahol szakszerűen kiszolgálnak, ahol van választék és van márka dögivel, azt szerintem hihetetlen jól jön egy magyar késes társadalomnak. Elég könnyen megközelíthető, hiszen metróval ott szállsz le a Batthyány téren, feljössz és gyakorlatilag majdnem, hogy a szádban van az üzlet, és aztán tényleg világmárkák nagyon-nagyon széles választéka. Ott van ugye a Victorinox, ami a kedvencem, az Opinel, a Lion Steel, a Black Fox, a Spyderco, a Kersó, a CRKT, tényleg le a kalapa, KAI, konyhakésekben nagyon széles választékot prezentál az NNKS, és hát ott vannak ugye természetesen az NNKS termékek, ugye a Lucifer, Holló, Adventurer, illetve a Handmade bicskák, amik szintén nagyon-nagyon szépek, és a napokban elindultak a magyar kések oldalon, tehát lehet is rendelni. Illetve sok más, tehát rendes, úgymond széria gyártott tradicionális bicskák is, és a megnyitóra mi is meg voltunk hívva, sőt, volt olyan nap, amikor én és Nitzer Miki együtt voltunk ott, és bandáztunk egy jót. Az apropó, amiért egyébként itt vagyunk, mert ugye most nyitott ki ezekben a napokban, az NNKS-nek ugye második boltja Budán, és itt voltunk, ugye meghívva, itt voltunk ki. Igen. Vélemény a boltról? Brutál, nagyon kinek, nagyon tetszik. Nekem ez ilyen, bocsánat, hogy szabadba vágok, gyerekkori álmom ez a minden, ami a késekhez kapcsolódik, és annyira jó volt egyben látni mindent, ami ehhez a témához kapcsolódik. Szép, gyönyörű volt, nagyon jó ez. Éreztette is úgy, mert nekem olyan érzésem volt az első nap, amikor bejöttem, akkor te még nem voltál, hogy ha valaki csak betéved ide és kicsit is mozódik ez a világ irányába, akkor innen nagyon nehéz kijutni üres kézzel. Tehát akár van, akár mondjuk teljességgel feleslegesnek mondhatod, de mégis kell nekem a kategória, az ember azért zsebre tesz ezt-azt, pénzért. Legtöbbször ez az a kategória. Pénzért, természetesen pénzért, nem szeretnék másra ösztönözni senkit. Ami ehhez még hozzá kapcsolódik, hogy az NNKS-nak a Facebook szájtján elindult egy NNKS közösségi klub, ami szerintem egy nagyon üde színfolt, és ami véleményem szerint egy olyan közösségi platformot igyekszik megvalósítani, amire igazából szükségünk van, ugyanis ez a fajta közösségi klub, ez nem egy fanklub szeretne lenni, hanem idővel, ahogy nekik is a kapacitások engedi, úgy tudnak foglalkozni ezzel a közösségi klubbal, szeretnének veletek sokat kommunikálni, szeretnének visszajelzéseket, tapasztalatokat, szeretnének teszteket tőletek, real time, első kézből, hiszen a ti visszajelzésetek az, ami őket ugye arra sarkalja, hogy melyik irányba fejlesztenek tovább, és hát ugye szeretnének ennek a közösségi klub tagjainak rengeteg plusz nyújtani, akciók, kedvezmények, hírek első kézből. Tehát elindult ez a közösségi klub, aki gondolja, keressen rá és csatlakozzon hozzá, mert egyébként egy szenzációs jó dologgá nőheti ki magát. Így van. Megszületett, megtörtént, megesett a 16. nemzetközi késkiállítás és vásár. Természetesen kimentünk erre a rendezvényre, és itt forgattunk is. Először szavakban nagyon-nagyon nagy volt a rendezvény. Hát ez így erős túlzás. Szóval nagyobb volt, mint amit eddig megláttunk. Szélesebbre volt kihúzva a paraván. Igen, srácok, még mindig egy aulában van ez a rendezvény, egy aula közepén, mint egy iskolai kirakodó vásár. Én is tudom, hogy ez 16. alkalomra már ciki. Ettől függetlenül 41 kiállítóról volt szó, tehát nagyon sokan voltak kint, és lehetett legeltetni a szemet, meg megtömni a zsebeket, mert voltak elvihető darabok, sőt, szinte csak elvihető darabok voltak, de voltak olyanok is, ami az átlag embernek mondjuk elérhetetlen, megközelített lárszegmens volt, viszont látni test közelben egy ilyet már élmény. Ide tehetném Vojko Csaba késeit, vagy Kertész Attila késeit. Little forms, no one asks us how we like to be. It's
Mi történt? Postány széria kések fog elindulni? Mi történt? Jött egy újabb agymenés. Srácok, amit a kezemben tartok, ez a szógép, ez a Juggernaut néven elkeresztelve. Erről majd természetesen érkezni fog a videó a Magyar Kések YouTube csatornán egy részletesebb test. Gyuri, kacérkodtál te már a buskafonallal nem egyszer? Ez nem kacérkodás? Ez nem. Igen, hibrid kések voltak, vadász és buskraft kések, és most úgy gondoltam, hogy az úszolásodra is, hogy bepróbálkozunk a... Na most az egy dolog, hogy számos olyan, nem újításnak nevezném, számos olyan funkció van ezen a késen, ami egy buskraft késnél elengedhetetlen kaparóél, majd a zsinórrukról a tesztben jóban bővebben beszámolunk, viszont te beletettél extrákat, például van a kezemben egy olyan darab, aminek ugye aszimmetrikus markolata van, ilyet annak idején Sámán által készített tűzvarázsló kettő láttam makrojelésnek volt egy elgondolása, és ez gyakorlatilag azt szolgálja, kicsit késspecifikusát teszi a kést, ha jól tudom. Srácok, ha ezt így megfogjátok, ez bitang módon belül a kézbe, de nagyon brutális módon, viszont a vége egy picit nyesve van a markolatnak, hogy amikor valaki csapdosósra teszi át, mert ez a kés aztán tényleg tud, valami eszméletlen kapkodtál ezzel a dologgal, Gyuri. Mit kell tudni a széria? Mit fog ez jelenteni? Most már itt vagyunk kint a titkokról, most már nem, most már nyíltan akarunk benne kettni futni a dolgokat. Az alapszéria az N690-ből készült, 59 Rockwell, 4,5-5 mm vastag a penge. A legszélesebb pontján a penge 5 mm. Azért sok tervezett is előzte meg ezt a modellt, igaz? Így van. Mikor, nem akarok én szólni, de a, te modell, a mikor kezdted? Hát, fél éve körülbelül. Fél éve, és látok fél éve azért rendszeresen összejárunk, és Gyuri sokszor kérte azt, hogy mondjam el, hogy hol van, ahol mi kell ugye egy kicsit javítani. Aztán Gyuri belelendült, és ő adott nekem újításokat ezzel a dolgok kapcsolatban. Baromi jók is csinálták, és szerintem árérték arányában ez egy abszolút vállalható darab. Sleeping on the saddle, don't even got a horse that I can own. Saving ideas over money, maybe I can buy the North Pole. Dig it if I never fail doing, then I wouldn't have to fame a shout out. Szintetikusan zörögsz egyébként, igen. Szerintem ez csengő hang lesz. A következő dolgot szeretnék kérdezni. Az elmúlt időszakban úgy tűnik, hogy a közösségi szájtokon is nyitni fogtok. Tehát elkészült az Instagram fiatotok, nem vagytok ugye a Pinteresten, jön a Facebook közösségi szájt. Szeretnétek ti is egy kicsit bensőségesebb hangulatot kialakítani az emberekkel? Kicsit kialakult már körülöttünk egy kör, és nekünk főleg információval szolgálni. Meg kellett egy kicsit barátra menni a hangod, mert mi ezt azt szeretjük. Számít a visszajelzés az emberek felől, gondolom. Igen, nagyon sokat számít a visszajelzés, és nagyon sok ember van, aki vásárolt már tőlem, és megszerettük egymást, és ezeket az embereket egy kicsit közelebb kellene. Ha, tehát akkor nektek is a közösségépítés fog úgymond reflektorfénybe kerülni. Hogy áll a Kovács tábor lehetősége?
Hát most megcsúszunk egy kicsit, ezért elnézést kérek. Jövő tavasszal valószínűleg indulunk. Most felújítás. Nem csak én szoktam csúszni, nem csak. A másik pedig, hogy még a FEO-on emlegetett, hogy idén szeretnél majd rámozdulni, vagy a jövőben szeretnél rámozdulni a történelmi fegyverekre, azoknak a korhű másolására, újraalkotására? Hát újraalkotás, fogalmazottunk újraalkotásra. Folyamatban van. Egyre többen kérdezik tőlük egyébként ezeket a korhű történelmi fegyvereket. Európáról, vagy az egész világról gondolkodsz ilyesmivel? Szerintem kezdjük szürke pazánkot. Történelmi fegyvereket már most tudok mutatni. Ekkosokat, mert vannak fokosaim, de kardokat szabjának például. Maradjunk szürke pazánkban, és akkor szépen. Láthattátok, fotózni való volt rendesen, itt is csak annyi volt a problémám nekem, mint az összes többi eddigi Lurdi házas rendezvénynél, hogy alapvetően nincsen meghirdetve, tehát igazából egy Facebook házi buliként működik ez a dolog, és ez a rendezvény igazán erőteljeset 8 órától 1 óráig mutat. Igen, 8 órától, noha sokan panaszkodtak már tavaly is, és idén is nekünk, hogy 10 órától van kiírva a rendezvény, ők szépen fel is kelnek, ki is mennek 10 órára, és már javában dübörög, és valószínűleg a legjobb, legszebb kések már zsebben vannak. Srácok, mi sem értjük, miért nem lehet megvalósítani azt, hogyha egy rendezvény 10 órakor nyit, akkor 10 óráig oda a vásárló nem léphet be. Tudjátok, van ez a kihúzható szalag, le kell tenni, és addig nem lehet beengedni senkit. Nem hinném, hogy bárki megvadulva letapossa ezt a szalagot és berontana a rendezvényre. Én reggel találkoztam ott a Kocsis Bicska fanokkal, akik tök jókedvűen kultúráltan beszélgettek, semmiféle tolongás vagy hisztéria nem volt. Egyszerűen a Lurdi képtelen megoldani egy ilyen problémát. Ilyen szalagból a raktárukban van vagy 50 darab. Igen, reméljük, hogy jövőre egy picit ez a rendezvény és annak szervezői összekapják magukat, mert ez a rendezvény egyébként sokkal többet tud. Tényleg sokkal többet tud, meg is érdemelne sokkal többet, mert én mondom, egy picit igénytelennek és furcsának érzem azt, hogy egy Vojko Csaba, aki molekuláris szinten parancsol az acélnak, és olyan dolgokat készít el, ami szinte már nem emberi véleményem szerint, és nem csak Magyarországon, de Európában is a legjobbak közé tenném, egy aulában üldögél kinn a mesteralkotásaival, egy 21 éves paravánfallal elzárt aula közepén.
Oké, srácok, ezek voltak akkor azok a dolgok, amik szeptember végéig bezárólag történtek, és akkor beszélgessünk egy picit a jövőről, mert hogy több videóban pedzegettem már az elmúlt időszakban, hogy új dolgokkal is fogunk próbálkozni. Igen, valóban egy picit el fogunk kanyarodni a tesztelések világától, nem hagyjuk félbe, tehát lesznek tesztek továbbra is, hiszen itt van a kezemben ugye a Juggernaut, amit mindenféleképpen mondom, meg fogok nyúzni, jelen pillanatban is ennek a forgatása zajlik, illetve Hostein György LDC késéről is lesz egy tesztvideó. Ezen felül el fog indulni egy videósorozatunk, most már kimondhatom, mert nagyjából összeállt a forgatókönyv a fejemben, ez úgynevezett csak őszintén videósorozat, amelyben rengeteg témát fogok őszintén elmondani nektek. Tervben van, hogy Gyöngyösi István, aki már nagyon sok cikket írt a magyar kések oldalára, többek között olyan érdekességeket, mint az űrhajós kések, ami véleményem szerint az utóbbi idők egyik legjobb cikkje. Nos, ő a Regr után elindított egy Blackjack kérdés sorozatot, amelyben a késes világ különböző embereinek tesz fel 21 őszinte kérdést, és erre választ egy ilyen report sorozat indult el. Ez a report sorozat például a magyar kések websájtra fog költözni, terveim szerint, és szépen le fogjuk ezeket közölni. Még én is riportalany lettem benne. Srácok, ez volt akkor a nyárvégi összefoglaló vlog videónk. Most már nagyon kellemes idő van. Még egy picit melegnek érzem, de tényleg nagyon kellemes. Menjetek ki, kiránduljatok, mert az erdő kezd nagyon járható lenni, és ettől függetlenül gyönyörű. De vigyázzatok magatokra, tudjátok, a kések nagyon élesek. Vigyázzatok a természetre, ne romboljátok. Van a földön elég ág, amivel lehet szórakozni. Találkozunk nem sokára. Sziasztok!